Ez a mozaik, ahol a legjobb duma folyik. Ez a mozaik, itt megtudod, hogy mi zajlik. Ez a mozaik, híradó előtti napra kész áradat. Ez a mozaik, politika, film, kultúra, divat. Köszöntöm a mozaik nézőit! Június az utazás hónapja itt a Mozaikban, és tegnapi témaindító műsorunkban elhangzott, hogy aki utazik, az kétszer él. Mi pedig igyekszünk bátorítani mindenkit abban, hogy legyenek minél kíváncsibbak a világra. Mai műsorunkban több témában is utazni fogunk, színes tartalomra számíthatnak, hogyha tehetik, tartsanak velünk. Mai műsorunkból. Faja be a énekesnőt, csíkszeredai koncertje után kaptuk mikrofon végre. Dr. Gáspár Rékával rendelő robotunkban a szifiliszről beszélgetünk. A 18. Erdély Magyar Hivatásos Néptánc Együttesek találkozójáról láthatnak összefoglalót. A gyerekek nyári programjának összetételéről szakemberrel beszélgetünk. Régi és újabb pajabeadalok improvizációval, Lisztes Jenő címbalmos kíséretében csendültek fel a Zengőtérben, Csíkszeredában. A közönségével szorosan együttműködő és együtt éneklő duó kis időre egy sajátos, múltban kalandozó és spirituális tereket idéző világba repítette hallgatóit. Faja be a Prima díjas és kétszeres Artisius díjas, magyar népdalénekes, előadó művész, Lisztes Jenő címbalmossal lépett fel Csíkszeredában, ahol, mint kiderült, zenéjüket jól ismerő és nagyon szerető kis közönség előtt koncerteztek. A régebbi és újabb Faja be a dalok újszerű megvilágításba kerültek a címbalomnak köszönhetően. Talán még közelibbé, bensőségesebbé váltak az életről, fájdalmakról, fájdalmak feldolgozásáról szóló művek. Ilyen szépen kapjuk a kérdést, hogy teljesen új, amit ma láttunk, vagy most született, mert egyszerre a kettő igaz. Illetve az az a másik, hogy ezek régi számok, de mindig új. Tehát mindig a pillanatban születik újra, hiszen rengeteg improvizáció van. Annak ellenére, hogy ezek dalok. Faja be a dalok, Jencivel lezenélek most már 7 éve. És hát természetesen az utamból, a pályámról még régebbi slágereket is, dalokat hoztunk, de mindig, ahogy kérdezed, a pillanatnak meghagyjuk, hogy megújítsa a dalt. A két zenész 7 éve dolgozik együtt különböző zenei projektekben. Mint elárulták, nem csak kiegészítik egymás zenéjét, de inspirálják is egymást. Azért különleges is nekem, mert ugyebár a teljes zenekari felállásban van dob, meg bőgő, akkor ott van fúvós hangszereken játszik ugye dongó. Szóval itt azért nekem muszáj valamilyen szinten helyettesítenem őket, még ha nem is tudom azért 100%-ra, de maga az, hogy a ritmus, akkor a basszus meg legyen, az akkordok meg legyenek, mert a teljes felállásban ugyebár csak inkább én az akkordokért vagyok felelős, de itt azért ezt a három dolgot próbálom egyszerre hozni, és akkor ez egy ilyen nehezített pálya, de hát igyekszem a legjobbakat kihozni a dologból. Hadd tegyek ezzel amit hozzá, és pont ettől lesz szerintem annyira izgalmas nekem legalábbis, biztosan neked, biztos másképp, meg a hallgatóknak is, hogy mi sem tudjuk, hogy pontosan mi hogy fog kijönni, hanem hagyunk a pillanatnak, ahogy mondtam az előbb, időt, meg teret, hogy hassonánk. És ugye Jencinek van ez a törékenység, ez a frissessége, itt látom, hogy megy a fejébe a zene sok szinten, de ez mégiscsak duózás, tehát hogy igen, zenekarban is játszunk együtt, a zenekaromnak is osztopos tagja Jenci, de hogy ez meg nagyon különleges pont ettől a törékenységtől, ami kettőnk közt van, és általában a közönség nem csak a hangokért jön, amit már hallott, hanem a zenészek közti kapcsolatért. Arra kíváncsi, hogy mi van köztünk, és az mit teremt. És azt hiszem, hogy ez az, ami annyira varázslatos, ez is. Faja Bea és Lisztes Jenő mini turnéjuk keretében Csíkszeredában, Brassóban és Kolozsváron léptek fel, és terveik szerint hamarosan visszatérnek.
Én magam fogok visszajönni a Tálas Áron Trió vendégeként a Jazz Festre, Csíkszeredába, és az összes többi koncertszervezés az elindult, Jánci most játszott Csíkszeredában a Filharmóniával. Igen, most márciusban. Úgyhogy szerintem az együttműködések azok mind nem, hogy csak magot vetettünk neki, hanem szárba is szökkentek, úgyhogy újra én neki tudok vágni az útnak, talán azért is, mert nőnek a gyerekeim, és egy picit szabadabb leszek így. A lélek belső tájain való kalandozással egy álomszerű világba repítjük a hallgatókat, vallotta a közös zenélésről az énekesnő, aki pedig szívesen részt venne ezen az utazáson, az megteheti, hiszen a tervek szerint ősszel több erdélyi városban fel fog lépni a páros. A szifilisz az egyik legrégebb óta ismert szexuális úton terjedő fertőzés. Az 1490-es években történt első feljegyzés óta számos néven nevezték, emlegették vérbajként, francia, nápolyi, illetve lengyel betegségként is. Annak ellenére, hogy pár évtizeddel ezelőtt már úgy tűnt, hogy a szifilisz megszüntetésének küszöbén állunk, nem ez történt. A szifilisz napjainkban is súlyos közegészségügyi problémát jelent, mely ellen csak többszintű, átgondolt prevenciós intézkedésekkel lehet küzdeni. A korai felismerés és a megfelelő kezelés fontosságáról orvosszakértővel beszélgetek. A rovatot a Gedeon Richter Románia támogatta. Vendégem a stúdióban dr. Gáspár Réka, bőr és nemi betegségek szakértője, szeretettel köszöntelek. Köszönöm a meghívást. Akkor egy kis számadat, az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint 2020-ban 7,1 millió szifiliszes eset volt világszerte, ez nagyon soknak tűnik. Mit jelent? Tehát mihez képest mérhető ez a számadat? Hogy alakult egyébként így, hogyha időszakokat veszünk a közelmúltban, vagy a múltban? A tendencia is számít, igen. Mert egy ideig ugye, ez világszerte, Európa szerte is, tudomásom szerint emelkedett az utóbbi években az esetszám, és Amerikában is, az Amerikai Egyesült Államokban is, de úgy tudom Romániában is az utóbbi években. Így van. Tehát például nálunk, volt egy közlemény. Nálunk Romániában 89 előtti időszakban eléggé, tehát jobban kordában volt tartva a betegség, jobban például a kontaktokat szűrték, a kezelésre nagyobb hangsúlyt fektettek, sokkal szigorúbban vették ezt a problémát. Utána egy ilyen lazább időszak következett, emiatt emelkedett is az esetszám. Olyan 20 évvel ezelőtt, a 2000-es évek elején valamennyire relatíve akkor magasabb volt, aztán ismét csökkent, utóbbi időszakban pedig úgy tűnik, hogy ismét emelkedik az eseteknek a száma. Minek tulajdonítható vajon ez, hogy most már növekedik újra? Ezt talán járványügyi szakemberek lehet jobban tudnának válaszolni, de hát sok minden hozzájárulhat. Egyrészt ugye egy laza hozzáállás magához, az egész témához, mint nemi úton terjedő fertőzésekhez szerintem sokan nem igazán tartanak, nem is igazán foglalkoznak ezzel a problematikával. Tehát ugye egyáltalán, hogy tartsanak attól, hogy mondjuk megelőzzék, vagy saját magukat védjék az ilyen jellegű fertőzésektől. Talán a szifilisz is ugye úgy tartjuk, hogy a szifilisz, AIDS, tehát annyira súlyos betegségek, hogy velünk ez nem történhet meg. Valószínű, igen, meg úgy veszik, hogy ez egy ilyen távoli probléma, ami őket nem érintheti. De amúgy említette te is a HIV-et, tehát sokszor az a probléma, nem feltétlenül egyenként fertőződik meg valaki ezekkel a betegségekkel, nem egyenként kapja el, hanem sokszor csomagban érkeznek. Tehát, hogyha valaki mondjuk összeszed egy ilyen nem úton terjedő fertőzést, az nem feltétlenül csak egyszerre, hanem jöhet például egyszerre szifilisszel, gonorreával, akár HIV, tehát többféle érkezhet egy csokorban. És valóban nem beszélünk ezekről túl sokat, mindegyiket sorra kellene venni. Most a szifiliszről fogunk beszélgetni. Mi okozza a szifiliszt, és hogyan terjed a vírus? Bakteriális fertőzés egy spirokéta, treponéma pallidum okozza, egy ilyen kicsit különlegesebb kórokozó, egy dugóhúzó alakja van, már ez is érdekesnek számíthat. Magának a kórokozó. Igen, az alakja. És tehát egy bakteriális fertőzés, amely elhúzódik, tehát több szakaszra bontható magának a fertőzésnek a lefolyása. Hogyan lehet megkapni?
Hát a főterjedési mód az a nemi úton, tehát szexuális úton terjed elsősorban. Már a vérkészítményekkel, transzfúzióval való terjedés az megszűnt mondhatni, ugye szűrik szigorúan ezeket a véradókat, és így gyakorlatilag nem lehet összeszedni szerencsére ezt a fertőzést, és kevésbé hangsúlyos, de létezik anyáról újszülöttre, gyerekre való terjedés is, tehát ez a kongenitális szifilisz, tehát amikor ugye a placentán keresztül kapja el a magzat a fertőzést. Értem, tehát elsősorban akkor szexuális úton terjed. Elsősorban igen. Melyek a szifilisz korai és késői stádiumának a tünetei? Hogy kell ezeket elkülöníteni? Korai stádiumban tehát a fertőződés helyén, leggyakrabban a nemi szervek szintjén, egy erózió, egy ilyen fekészerű elváltozást jelenik meg, amely fájdalmatlan, ráadásul, mert a fájna, akkor ugye sokkal könnyebben felhívná az illetőnek a figyelmét arra, hogy valami ott nem stimmel. Tehát fájdalmatlan, általában keményebb tapintatú, 1-2 centi átmérőjű. Ugye sokszor férfiaknál könnyebben észrevehető, nőknél van, hogy nem látszik, vagy ugye az anatómia miatt. Mert nem a külső nemi szerven, hanem nyálkahártyán jelenik. Hát akár igen, vagy egyszerűen ugye nehezebb meg észrevenni egy nő számára, igen, vagy egyszerűen ilyen az anatómia miatt egy kicsit ilyen eldugottabb, kevésbé feltűnő. De ugyanakkor tehát a fertőződés helye, ugye az előfordulhat más, tehát a külső nemi szerveken is, vagy akár análisan is, vagy a szájüregben is ugye kialakulhat. Ezért nem mindig könnyű észrevenni egyáltalán. És ugye sok könnyű elnézni, hogy ugye nem fáj, nem foglalkoznak vele, és meggyógyul, ez is egy probléma, eltűnik, ha nem töröldik vele az illető, akkor megszabadul tőle, de közben a fertőzés tovább zajlik. Említetted, hogy szájüregben is, tehát csókolózás útján is elkapható tulajdonképpen, akkor itt felmerül a kérdés? Nem kizárható, de nem ez a fő jellemzője, de ugye kellenek ahhoz nyálkahártya sérülések is, és a fertőző gócnak, a kiindulási gócnak a jelenléte. Milyen stádiumai vannak ennek? Tehát vannak tünetmentes időszakok is? Tehát valaki megfertőződik, nem fáj neki, nem kezeli, utána tünetmentes időszak is következik, tehát, és benne marad? Van egy ilyen szakasz is, ugye van a primer szakasz, amikor ezek a fekélyeknek a kialakulása, az eleje a fertőzésnek, ez igazából egy pár hét. Majd van egy szekunder szakasz, amikor tovább evoluál a fertőzés, tehát eltűnik előbb-utóbb, el is tűnik időközben a primer elváltozás. A második, a szekunder szakaszban mindenféle, tehát nem annyira feltétlenül, különösen specifikus tünetek vannak, egy csomó különféle típusú kiütések, szifilidek úgymond, tehát amelyek bőrön, nyálkahártyán többféle formában jelennek meg, igazán könyveket írtak erről régebben. Aztán van egy olyan szakasz, amikor igazából ez is lecseng, tehát úgy eltűnnek, különösebben nincs, akár teljesen, tehát vagy minimálisan visszaszorulnak a tünetek, vagy szinte akár teljesen is megszűnnek. Ez az ilyen látens szakasz. Ennek van egy korai, egy késői szakasza. Mindegyik szakaszban fertőz? Főleg az elején. Tehát az éveken keresztül fertőzhet. Tehát a legelej, a szekunder szakaszban, a primer szakaszban is, a szekunder szakaszban is, sőt még a látens szakaszban is fertőzhet maga a szifilisz. Tehát olyan különféle elváltozások vannak, és ugye ezek attól függ, hogy az adott elváltozásnak a szintjén, hogyha ott vannak a kórokozók, és ugye ezek vihetik tovább esetlegesen a fertőzést. Ahogy öregszik a fertőzés maga, úgy már kevésbé jellemző, hogy mondjuk fertőző legyen az illető. Tehát ahogy telnek az évek, igen, itt évekről beszélünk, akkor nézzük meg azt, hogy miről szól, tehát miért olyan veszélyes a szifilisz, hogy van akkor ennek a betegségnek a lefolyása, mi a legsúlyosabb következménye, hogyha valaki nem kezelteti magát? Tehát ugye manapság már úgy nem jellemző, főleg a fejlődőben, illetve a fejlett országokban, a modern világban nem annyira jellemző az, hogy eljut valaki a súlyos stádiumig, a súlyos következményekig, de egyébként ugye ezek között említjük a különféle kardiovaszkuláris elváltozásokat, akár aorta aneurizma, ilyen ruptúrák kialakulhatnak, tehát ilyen komoly kardiovaszkuláris következmények. Is. Igen, ugye igen, az ereket, a szívet, magát megtámadja. Illetve a sok nagyon súlyos következmény még a neuroszifilisz, ami végül is a legutolsó végkifejlete ennek a pusztító fertőzésnek, ami ugye azt jelenti, hogy a központi idegrendszer támadja meg, tehát bénulások, parézis,
ez a tábez dorszálisz, ami régebben ugye jellemző volt, azon kívül agyhártyagyulladások, és tulajdonképpen ilyen neurológiai és pszichiátriai eltérések keveréke akár, tehát egy ilyen őrületi fázisig demencia, illetve ilyen elme problémák. Ilyen mentális problémák. Mentális problémák, igen, is megjelenhetnek a végén. Vannak kezelési lehetőségek? Tehát minden szakaszban, akár amikor felfigyelnek az emberek, akkor lehet kezelni teljesen, akár meg lehet gyógyítani? Igen, szerencsére igen. Tehát ez jó dolog, csak nem az a, inkább szerintem a bonyodalom vele kapcsolatban, hogy ha mondjuk valaki nem fedezi fel magán a tüneteket, vagy nem gondol rá, vagy nincs kiszűrve, nincs felfedezve időben, akkor egy idő után annyira tehát nem specifikusak a tünetek, hogy nem feltétlenül könnyű gondolni rá például. Tehát ezért vannak mondjuk bizonyos kulcs fontosságú pillanataiban az életnek szűrővizsgálatok, például a házasság előtt, már olyan legalább akkor. Tehát létezik olyan szűrővizsgálat, ami igen, kimondottan kötelező, a szifilis szűri. Igen, például a házasságkötés előtt, vagy ugye a terhes nőket szűrik, ugye ez is nagyon fontos, hogy ne terjedhessen át a magzatra a fertőzés, és magát a magzatot is, persze az újszülötteket is szűrik. Hogyan előzhető meg a szifilis? Hogyan lehet védekezni ellene? Hát sajnos vakcina nincs ellene. Jó lenne, lenne, de nincs. Sokat segítene. Nagyon specifikusan, tehát egyszerűen magának a ugye nem úton terjed főképpen, tehát logikusan következik, hogy ez irányban kellene változtatni, vagy ilyen irányban kellene úgymond lépéseket tenni. Tehát nyilván, hogyha valakinek sok partnere van, vagy gyakran váltogatja a partnereit, akkor sokkal nagyobb esélye van arra, hogy megfertőződjön, elkapja a szifiliszt. Ezen kívül, tehát hogy a túlzottan liberális, vagy egy szabad elvű megközelítése ennek a témának, az sem feltétlenül segít. Tehát ugye, ha védekezni kellene, például ugye gondolunk itt ezek barrier módszerekre, például egy fogamzásgátló nyilván nem véd vele szemben, hanem ugye kell ahhoz valami megakadályozni, hogy a kórokozó kontaktusba kerüljön velünk, így és ez kell ahhoz, hogy ugye kivédjük a fertőzést. Bár például egy óvszer használat is csak akkor tud védeni, hogyha mondjuk lefedi azokat az elváltozásokat, amelyek közvetíthetik a fertőzést. Bízunk benne, hogy felhívtuk az emberek figyelmét erre a betegségre is, úgyhogy minél több mindent tudunk róla, annál inkább sikerül akkor időben kiszűrni és gyógyítható, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltál és beszélgettünk róla. Köszönöm szépen én is. A Háromszék táncegyüttes szervezésében került megrendezésre idén a 18. Erdélyi Magyar Hivatásos Néptáncegyüttesek találkozója Sepsiszentgyörgyön. A május 28 és 31-e között zajló rendezvényen a 6 erdélyi hivatásos együttes egy-egy produkcióval mutatkozott be. A Vándorfesztiválon a néptáncosok kölcsönösen megnézték egymás előadásait, amelyeket neves szakmai bizottság értékelt a tánckarok és az alkotók jelenlétében. A találkozót szakmai beszélgetések és számos kiegészítő program színesítette. Táncos villámcsődülettes tartult a 18. Erdélyi Magyar Hivatásos Néptáncegyüttesek találkozója Sepsiszentgyörgy főterén. A több mint 100 hivatásos néptáncos mezőségi táncokkal hívta fel a figyelmet a négy napos rendezvényre. A Vándorfesztivált rotációs rendszerben szervezi meg évről évre a 6 erdélyi hivatásos együttes. Valójában egy táncfórum, egy olyan találkozási pont, ahol remélhetőleg nem csak a hivatásos táncosok, vagy esetleg éppen a kisegítő személyzet kap, hiszen egymástól találhatnak információkat, vagy megmérettetik, és valójában egy leltár is, hogy lássuk az aktuális helyzetet most itt Erdélyben, mert egymást látjuk, tudjuk szakemberek szemén keresztül, de saját szemén keresztül is, és remélem nem csak mi nyerünk, mint hivatásosok, hanem valójában a nagy közönség is. A
négy napos szakmai seregszemlén mindegyik társulat bemutatkozott. Az első napon a házigazda Háromszék táncegyüttes Hazától hazáig című folklor revüjét láthatta a közönség és a szakma. Az Udvarhely néptáncműhely Ritka magyar Kallós Zoltán emlékére című folklor műsorát vitte színre. Ő maga is egy ritka magyar volt, hiszen olyan ritka területeken gyűjtött, és olyan mennyiségű kincset tett közzé és hagyott hátra nekünk, hogy ilyen szempontból egy hatalmas nagy vállalás volt ez részünkről, hiszen nagyon nehéz volt akkora anyagból táplálkozni. Előadásunkban igyekeztünk egy picit körültekinteni a Zoli bácsi életét, kezdve a gyerekkorától, a gyűjtő útjain keresztül, az élet nehézségeivel, keresztjeivel, és végül egy sajátos búcsúval zárul az előadás, amit a néptáncműhely Zoli bácsi emlékére tett a színpadon. Az idei találkozót érdekes kiegészítő, szórakoztató programokkal is színesítették. Táncházak, szakmai előadások, beszélgetések várták az érdeklődőket. A rendezvény keretében bemutatták Tóró Attila fotoművész alkotásait is. A Részletek varázsa című tárlat 30 fotográfiát hozott előtérbe. A találkozón a Nyárád Szeredai Bekecs Táncszínház, a Helység Kalapácsa című néptánc komédiát, a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes, Katica, az Örökké Síró Király Kisasszony című mesejátékot mutatta be. A Maros Művész Együttes Kalotaszeg örökségét, a Nagyvára Táncegyüttes pedig a Népek Tengere című produkciót hozta Sepsiszentgyörgyre. Nekünk nagyon fontos évente találkozni, és mindenki mindenkit megnéz, utána mindenki mindenkit kiértékel. Majd este hajnalig a vendéglátóhelyeken is ezt tárgyaljuk, és remélem, hogy évről évre jobbak és jobbak leszünk azáltal, hogy találkozunk, megvitatjuk, újra gondoljuk, és sokat dolgozunk azért, hogy megérdemeljük ezt a kegyet az élettől, hogy a népzene, néptánc, az anyanyelvünk szolgálatában élhetjük életünket. A találkozók keretében zajló szakmai beszélgetések kulcsfontosságú szerepet töltöttek be az évek során az erdélyi hivatásos tánc szakma fejlődésében és útkeresésében. Az előadásokat ezúttal egy 6-tagú szakmai bizottság értékelte. Örömmel mondhatom, hogy rendkívül az átfogó, sokoldalú fejlődésnek lehetünk tanulni, technikailag, tánctudásban, énektudásban, hozzáállásban és expresszivitásban. Kezd kialakulni az a dolog, hogy a néptánc mozgalom egy picit a színház felé mozdul el, egyeseknél jobban, másoknál még kevésbé, ami azt jelenti, hogy a tánc bemutatásának jellegénél túlmenően általánosabb emberi vagy szociális mondani valók is társulnak a munkához, tehát egyre fontosabbnak látom ennek a mozgalomnak a jelenlétét egész szellemi életünkben, amelynek egyik fő célja ennek a műfajnak az ápolásával az, hogy identitástudatunk, ragaszkodásunk a szülőföldhöz, kultúránkhoz, nyelvünkhöz egyre jobb és erősebb legyen. A találkozó záró akkordjaként a 6 táncegyüttes együtt lépett színpadra egy közös ünnepi gála keretében. A nyári szünet a gyerekek számára az év egyik legvártabb időszaka, hiszen ekkor a pihenésé, a játéké a főszerep. Persze az is fontos, hogy a szervezettebb, átgondoltabb időtöltés is helyet kapjon, ennek kivitelezése azonban kihívást jelenthet. Az iskolából kapott feladatoknak, az otthoni teendőknek és a kikapcsolódásnak valahogy mind meg kellene férnie egymás mellett a hosszú 3 hónap alatt. De hogyan érjük el ezek között az ideális egyensúlyt? A következő percekben erre keressük a választ Barta Gergellyel, a 4Camp Egyesület elnökével. Szeretettel köszöntelek!
Köszöntelek, én is köszöntöm a nézőket is. Emlékszünk mi is, hogy a nyári vakáció volt a legvártabb időszaka az évnek, és vannak, akik azt mondják, hogy ilyenkor tényleg a gyerek pihenjen nyugodtan, hiszen leterhelik amúgy is az iskolában évközben, míg mások azt mondják, hogy ilyenkor is ugye el kell végezni az iskolából kapott feladatokat, és az otthoni teendőket is, hogy ne csak lébecoljon a gyerek. Te mit gondolsz, fontos az, hogy ne csak a játékról, a barátokkal való úgymond lógásról szóljon ez az időszak, hanem legyen hasznos is? Én azt mondom, hogy mi szülők, nekünk az a feladatunk, hogy megszervezzük a gyerekeknek a nyári programját, segítsünk nekik. Itt most figyelembe kell venni azokat a fontos tényezőket, hogy hány éves a gyerek, tehát milyen korosztályú gyereknek mit szervezek. Én, mint táborszervező, én azt vettem észre, hogy a kisebb gyerekek könnyebben mozgathatók, lelkesek, jönnek táborokba, serdülőkorban már van egy kis ellenkezés, de szeretik, tehát hogy nagyon szeretik azért a táborokat, mikor ott vannak, és mindenképp a lógás is benne lehet, tehát hogy legyen az ő idejük, tehát legyen az ők szabadságuk is benne, de mi szülők kapjuk meg azt is, hogy végül is hasznosan is töltsük ezt a vakációt, illetve ezekben a táborokban olyan élményeket tudnak szerezni, amelyek felejthetetlenek tudnak maradni. Valóban hosszú ez a 3 hónap, és a szülőknek akkor komoly feladat hárul rájuk, hogy megszervezzék ezt tulajdonképpen, hogy tényleg maradjanak is valamivel, vannak fontos táborok, illetve hát az otthoni teendőkbe is ugye be lehet avatni a gyerekeket. Milyen mértékben kell ellátni mondjuk a szülőknek otthon a gyerekeket, hogyha most mondjuk amíg egy táborba elmenne valaki? Ez a kedvencem, tehát hogy erre tényleg hangsúlyt kell fektetni, hogy már szülőként a gyerekeket késztessük arra, hogy vegyenek részt a programba, vegyenek részt az otthoni teendőkbe. Egy táborvezetőnek mondjuk könnyű, mert akkor otthon is felveheti ezt a szerepet, de akik nekünk még így... könnyű, hogyha olyan gyerekek jönnek, akik már meg vannak szoktatva azzal, hogy már otthon is tesznek valamit. Mi a táborokban úgy próbáljuk összeállítani a teendőket, hogy minimálisan összegyűjtik például az étkezés után, vannak felelősségek, felelősök, és próbáljuk ezeket megszoktatni. Szülők részéről vannak visszajelzések, hogy a gyerekünk hazajött, és akkor most otthon megveti az ágyat, vagy már otthon elteszi az étkészletet, megteríti az asztalt. És én, mint szülő, én a gyerekeimet sokat oktatom erre, és már belevonom abba, tehát hogyha kimegyünk egyet biciklizni a Marospartra, akkor ott vannak a kis edénykék, ott van a kis gázégő, és kedvenc ételüket megfőzik, ők teszik. Persze, hogy itt jönnek a nagy bakik, amik szülők sokszor mérgesek, de szerintem ezekből a bakikből ők tanulnak, kell hagyni őket kibontakozni, és ezekből az eseményekből nagyon jó élmény van szülő-gyerek. Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy a család együtt töltse az időt. Most, hogyha nem is az egész család tud egyszerre valamilyen kikapcsolódási programban részt venni, akkor is töltsenek a gyerekekkel időt, nem az, hogy 3 hónap van, és akkor minden be van szervezve, gyakorlatilag nincs is a szülővel a gyerek, ennek is kell időt hagyni. Hiszen ott vannak még az iskolából kapott feladatok is, vannak a házi olvasmányok, jó, mondjuk azt a gyerek egyedül kell elvégezze, de arra is ösztönözni kell őket, illetve hát vannak olyanok, amikbe lehet, hogy a szülők is be kell segítsenek. Szükségesnek tartod-e ezeket, és hogyha igen, akkor milyen mennyiségben jó ez, hogyha kapnak feladatokat, így mi a tapasztalatod szülőként? Tehát amennyiben a tanárok úgy gondolják, hogy ezek a feladatok fontosak, és hogy ezeket a gyerekek oldják meg, mivel hogy elősegítik őket, és hogy ne álljon meg teljesen ez az iskolai tevékenység. Én teljesen támogatom, és azt gondolom, hogy ezt érdemes is támogatni, hogy a gyerekek oldják meg ezeket a feladatokat. Az, amit érdemes odafigyelni, hogy mikor oldják meg ezeket a feladatokat, ne egy olyan napszakban, amikor már le vannak fáradva, ne akkor jusson eszünkbe, mikor 4-5-kor este fele hazamegyünk, és akkor vegyük el a gyereket, hogy tanultál-e, mivel hogy akkor neki az az idő jön, hogy a szülővel szeretne lenni, lehet nem akar tanulni, és ezekből konfliktus, nézeteltérés a gyereknek a programját nem segíti elő. Mondjuk. Ezért délelőtti órákban ajánlanám akár kiadni, utána leellenőrizni, és ez megint... És utána legyen szabad idő, vagy az a program, igen, amit eltervezt. Ez megint életkortól függ, tehát az egész teljesen életkortól függ.
És nyilvánvalóan kell támogassuk a tanárok döntéseit. Szüleként. És inkább így a nyár elejére szoktad sűrítenéd, vagy a végére, úgy már az iskolához közeledve? Én a gyerekeimtől, tehát még kisebbek, tehát nincs annyi házi feladat, tehát nekik 2-3 nap alatt meg van oldva. Én amikor kijön az iskola, tehát ráhangolódásra. A fiam iskolás, ő nagyon várja, tehát ő nagyon szereti a tanítónénit, nagyon várja azt, hogy menjen vissza az iskolába, és nem is kell mondani, neki magától veszi elő, és nézegeti. És néha nézegeti. Hogyan lehet motiválni mondjuk, akik nem ennyire lelkesek, hogyan lehet ösztönözni a gyerekeket arra, hogy hát már pedig foglalkozzanak az iskolai feladattal is egy picit? Én azt mondom, hogy kéne mesélni azt szülőként, hogy mit éltünk mi át, hogyan tanultunk mi is, és ezzel ő példát vesz, és valószínűleg, hogy ez már motiválja őket. Ugyanígy az otthoni teendővel is gondolom. Igen, így van. És akkor ugye a vakációban kétségtelenül fontos a pihenés, tehát az is, amikor hát majdhogy nem, hogy nem csinál semmit, vagy ez teljesen rá van bízva. Érdemes ezt a részét is azért tudatosabban megszervezni, vagy azért rá is lehet bízni néhány napot, néhány napszakot a gyerekre, hogy használja ki, ahogy kedve tartja? Serdülők, azok többet pihennek, tehát nekik feltétlenül fontos. Én azt mondom, hogy kell hagyni nekik időt, hogy az ők maguk ritmusába szervezzék a programot, de kapjunk egy középutat, ahol látjuk, hogy pihen is, de valamilyen programban is részt vett. Be kell vonni azért. Hogyan választjuk ki, említetted ugye a táborokat, a legmegfelelőbbet a gyerekeink számára, az érdeklődésű körének és igényeinek megfelelően, milyen előnyökkel járhatnak a táborok, akár a gyerekekre nézve? Tehát a tábor kiválasztás feltétlenül a gyerek jelenlétében történjen, tehát hogy a gyerek mondja meg, hogy ő mit szeretne, a gyereket biztassuk, mutassuk be a tábort, meséljünk arról a táborról, olvassuk fel neki. A kisebb gyerekeknek, a nagyobbak már megkeresik a szülőket, hogy apuka, akarok menni egy biciklis táborba, mert nagyon szeretek biciklizni. Tehát, és a szervezett táborok tekintetében úgy mennyire foglalja le az idejét a gyereknek? Tehát hány tábort ajánlasz maximum így a nyárra? Vagy ez lehet tényleg így akár a végtelenségig gondolni, kitölteni a nyári szünidőt táborokkal? Én minimálisan egy tábor tudnak ajánlani. Tehát minimum egy tábor az mindenképp jól lenne. Én azt mondom, hogy ez egy egészséges összhang. Tehát, hogy egyszer, ha elmegy egy táborba, megkóstolja, onnan arrafele fog kívánkozni következő nyáron is táborba menni. Ez egy minimum. Most itt van egy csomó érdeklődési kör, tehát vannak gyerekek, akik ezt is szeretik, azt is, és amennyiben a szülő megteheti időileg, anyagilag, akkor szerintem belefér pár tábor a nyáron, hogy a gyerekek részt vegyenek. Most persze ne az legyen, hogy táborból táborban megyünk, és akkor végül is a szülővel nem találkozunk, tehát csak szeptemberben legközelebb. Mivel hogy azért a szülővel is kell üljön, és szerintem... Hát a nyár a legmegfelelőbb arra, hogy akár a szabadban is együtt töltsék az időt, tényleg a táborok is nagyon fontosak, de valahogy ezt a harmóniát, ezt az egyensúlyt kellene megtalálni, és akkor így összegzésként, tehát beszéltünk, rengeteg hasznos információ hangzott el, de hogyan lehet, hogyan biztosíthatjuk, hogy egy valóban harmonikus, pihentető és ugyanakkor hasznos szünidő legyen a gyerek számára. Most már itt állunk a küszöbén. Elsősorban kell ismerjük gyerekünket, kell tudjuk ez az igényeit, fontos, igen. Rá kell figyeljünk, és kell szánjunk időt a párunkkal, a feleségünkkel, a férjünkkel, hogy ezt megtervezzük, és átgondoljuk, és támogassuk ezáltal a gyereket. Én nektek egy valóban pihentető, hasznos és kellemes táborozási időszakot kívánok. Biztos, hogy ez egész évben így van, de most jön a főszezonja a táboroknak, úgyhogy egy szép nyarat kívánok nektek, és köszönöm szépen, hogy eljöttél. Én is köszönöm. A következő percekben kulturális programokat fogunk önöknek ajánlani. Velencei Évi összegyűjtötte, Vince Simó Franciska pedig tolmácsolja önöknek azokat a rendezvényeket, amelyekre érdemes ellátogatnunk a közeljövőben. A kimenő következik.
Jó napot kívánok, sziasztok! Ma június 4-e van, és ezt a napot a Nemzetközi Összetartozás napjának nyilvánították. Valamint 1798-ban ezen a napon hunyt el Giacomo Casanova, velencei kalandor, író, akinek önéletrajza nagyrészt szerelmi kalandjairól szól. Ezért neve később a nőcsábászok és szívtiprok szinonimájává vált. Köszönöm, hogy itt vannak, jönnek az események. Két olasz család története bontakozik ki Fausto Paravidino színházi regényében. Mintha csak egy fotóalbumot lapozgatnánk, vagy egy kiállítás képeit nézegetnénk. Úgy elevenednek meg előttünk a múltból egészen a jelenig nyúló élettörténetek. Az ide-oda cikázó anekdoták keresztüzében a viharos sorsú Emma áll. Emma élete folyamatosan más-más fénytörésben mutatkozik meg, ahogyan maga is próbál eligazodni a lehetséges változatok között. Emma életének értelme június 6-án este 7 órától a Marosvásárhelyi Nemzeti Színházban. Karinti Frigyes regénye beszippantja az olvasót, a személyes és intim vallomás folyamban az író, mintha közvetlenül nekünk mesélné el mindazt, amit az első rosszul léttől a legendás agyműtétig átélt. Az alkotók célja nem is a Karinti regény szó szerinti adaptációja volt, hanem a betegséggel küzdő ember belső vívódásainak, valamint a kor hangulatának és kétségeinek színrevitele. Utazás a Koponyám körül június 6-án este 7 órától a Csíki Játékszín színpadán. Barabási Albert László, erdélyi származású, világhírű hálózatkutató 2018-ban megjelent a Képlet című könyve, a siker természetét, annak törvényszerűségét vizsgálja. De meg lehet-e jósolni a sikert? Vagy léteznek eleve kudarcra ítélt kezdeményezések? Egyáltalán lefordíthatók-e Barabási törvényei a színházra? Az előadás sikere vajon tényleg annak közönségétől függ? Káger Deón tündöklése és bukása június 7-én este 7 órától a Gyergyószent Miklósi Figura Stúdió Színház műsorán. Mai kultúrsétánk végéhez érkeztünk, én pedig köszönöm figyelmüket. Giacomo Casanova szavaival búcsúzom. Valamit rosszul tudni, rosszabb, mint nem tudni. Viszontlátásra! Híradóra ma is számíthatnak a Mozaik után 7 órától a legfrissebb erdélyi hírekkel. Szia Réka, ma milyen hírekre számíthatunk a híradóban? Szia Laura, jó estét kívánok! Munkanélküli segélyt kaphatnak azok, akik elvégezték a középiskolát, abban az esetben, ha a tanulmányaik befejezését követő 60 napon belül nem találnak munkát, az érettségi vizsga pedig nem feltétel. Részletek hamarosan, számítok figyelmükre. Választások. Nem teljes az RMDSZ nélkül a magyar érdekképviselet az Európai Parlamentben, hangsúlyozta Orbán Viktor magyar miniszterelnök Nagyszalontán tett látogatásán. Arra buzdít minden erdélyi magyart, hogy vegyen részt a szavazáson. Fotópályázat. Kihirdették a Magyar Szemmel című fotópályázat eredményeit. Három kategóriában lehetett nevezni, több erdélyi alkotó fotója is helyezést ért el. Viharkárok. Heves vihar tombolt hétfő délután Székelyudvarhelyen. A rövid idő alatt lezúduló nagy mennyiségű csapadék elöntötte az utcákat. Az erős szél több fát kidöntött és házak tetőszerkezetét is megrongálta. Kollégáim nevében is köszönöm a figyelmet, mai műsorunk végéhez érkeztünk, de holnap egy újabb mozaikkal várom Önöket 18 óra 15 perckor, tartsanak velünk akkor is, legyen szép estéjük, a viszontlátásra!